Óriási a forgalom a Kakasd és Sötétvölgy közötti szakaszon a hatos úton. A hosszú egyenes út nem csak forgalmas, hanem veszélyes is. Itt történik a legtöbb baleset Tolna megyében. Néhány hónappal ezelőtt is tragédiával végződött egy baleset, ami egy szarvas miatt következett be. A rendőrség most felújította a baleset megelőző táblákat, hogy így figyelmeztesse az autósokat a veszélyekre. Baleset elemzési adatokat, illetve a baleset elemzését követően kollégáim úgy döntöttek, hogy a hatos számú főút az az útvonal, amely megye egyik legveszélyesebb útszakasza. Ennek megfelelően a megye teljes útszakaszán 4 figyelemfelkeltő táblát helyeztek ki kollégáim. Ez a tábla, aminél most itt állunk, ez egy teljesen új jelzőtábla, illetve figyelemfelhívó tábla. A tábla egyik oldalán arra hívják fel a figyelmet, hogy a gyorshajtás akár az ember életébe is kerülhet, a másikon pedig a vadveszélyre figyelmeztetnek. Balesetveszélyes helyzeteket teremthet a köd, a hó és a csúszós utak, amikre Tolna megyében is számítani kell a meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint. Ezért a rendőrség azt javasolja, érdemes körültekintően vezetni és felkészíteni az autót a téli viszonyokra. Mindenképp téli gumik legyenek az autón, és a szélvédőmosó folyadékot is fagyállóra kell váltani. Fontos dolog az, hogy ebben az időjárási körülményben a csúszós utakon sokkal hosszabb a fékút. Mindenkinek felhívjuk a figyelmét arra, hogy a járművével úgy közlekedjen, hogy az előtte haladó jármű és az ő járművek között viszonylag nagy távolság legyen, ne menjenek a másik járműnek a közvetlen közelébe, hiszen annak hirtelen fékezése esetén komoly balesetek következhetnek be. Idén eddig 19 ember halt meg autóbalesetben Tolna megyében, tavaly egész évben 18-an. A legtöbb tragédia a gyorshajtás miatt következik be.